Gazdaságvédelmi operatív törzset hoz létre a kormány a hazai vállalkozások helyzetének javításáért. Varga Mihály pénzügyminiszter az M1-nek arról beszélt, a cél az, hogy lebontsák a bürokratikus akadályokat a gazdaság újraindítása előtt, és minél gyorsabban vissza tudják állítani a magyar gazdaságot arra a növekedési pályára, ahol a járvány előtt volt. Hozzátette, a válság közvetlen kezelésére már csaknem 1400 milliárd forintot költött az állam. Készül a kenőmájas az ország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzemében, ahol a koronavírus járvány időszakában is megállás nélkül dolgoztak. Annak ellenére, hogy megrendeléseik jelentősen megcsöppantak. Most nagy fába vágta fejszét a cég, a távol-keleti piacot célozta meg, elsősorban Kínában szeretnék eladni termékeiket. Ennek érdekében például a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági követelményeket is kielégítő hűtőházat építenek. Több mint 500 milliárd forintból. A fejlesztéshez a kormány is hozzájárul, mintegy 300 millió forinttal. A járvány kirobbanása óta már több mint 900 milliárd forintot fordítottak a munkahelyek megóvására és a hazai vállalkozások beruházásainak támogatására. A pénz mellett most újabb segítséget kapnak a cégek. Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Nemzetben arról nyilatkozott, hogy eltörlik a gazdaság növekedését fékező adminisztratív szabályokat. Ennek érdekében létrejön a gazdaságvédelmi operatív törzs. A legfontosabb cél a járványhelyzet első hullámának kezelése után, hogy a gazdaságot is újraindítsuk, és a munkahelyeket megvédjük, valamint új munkahelyeket hozzunk létre. Ennek érdekében szükség van arra, hogy azokat a szabályokat, azokat a jogszabályokat vagy törvényi helyeket, amelyek fékezik a gazdaságnak az újraépülését, egy szervezet formában próbáljuk meg földeríteni és megszüntetni. A szervezet, amelynek munkájában 8-10 állami hatóság és intézmény, például az adóhivatal, a fogyasztóvédelem és az államkincstár képviselői vesznek részt, már a jövő héten megtarthatja első ülését. A kormány intézkedései mellett a gazdaság talpraállítását segíti majd az Európai Unió 750 milliárd eurós hitelből finanszírozott újjáépítési csomagja is. Ebből a tervek szerint 500 milliárdot vissza nem térítendő támogatásként kapnának a tagországok, a fennmaradó 250 milliárdot viszont vissza kellene fizetniük. Ez egyszerre veszély és egyszerre lehetőség. Így értékelte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban a brüsszeli elképzelést. Azt mondta, hogy a közös hitel szembe megy a magyar életösztönnel, de sok ország gyalázatos pénzügyi állapota miatt úgy tűnik, a felvétele elkerülhetetlen lesz. Hozzátette, Magyarország észszerűen tudja majd felhasználni a hitelt. Nekünk nem okoz nehézséget, a készprogramjaink megléte miatt nem okoz nehézséget, hogy egy nagyobb Európai Uniós összeget a nemzetgazdaság megerősítésre tudjunk fordítani. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Magyarország esetében a veszély persze nem nulla, de sokkal inkább lehetőség, mint veszély. De a kis ördög nem alszik, figyelni kell. Erdei Rezső Krisztián, a Nézőpont elemzője szerint jelenleg több sebből is vérzik ez a csomag. Így például, hogy a fejlettebb országok több forráshoz jutnának, mint például Magyarország vagy Csehország, amelyek kifejezetten fegyelmezett pénzügyi politikát folytattak az elmúlt években. Ez egy igazságtalan része ennek a mentőcsomagnak, és ezen bizony változtatni, ha úgy tetszik, akkor finomítani kell. És akkor ehhez már csak adalék a fukar négyeknek, vagy a takarékos négyeknek nevezett országok miniszterelnökeinek a közös levele, amit a Financial Times-ban jelentettek meg, hogy ők még tovább mennének ennél, és teljesen ellenzik a visszanemtérítendő támogatásokat. A szakértő szerint félő, hogyha valaki a jelentős támogatások ellenére sem tudja rendbehozni gazdaságát, és ennél fogva nem tudják visszafizetni a pénzt, majd azoknak kell helytállni, akik viszont észszerűen és hatékonyan használták fel a forrásokat.